Napelemek a Nagykonyi önkormányzati konyha tetején. Itt az elmúlt időszakban a legtöbb középületen energetikai fejlesztést hajtottak végre, és sok helyre ilyen napkollektorok is kerültek. A hivatal évekkel ezelőtt lépett be a rezsicsökkentésbe, hamarosan viszont egy jogszabályváltozás miatt már drágábban, piaci áron kapják majd az áramot. A korábbi beruházásaiknak köszönhetően őket ez nem terheli meg különösebben. Fejlesztések során arra ügyeltünk a legjobban, hogy minden költségünket, ami addig jelentkezett egy évben, azt akár fűtésben, hűtésben vagy villamos energiában csökkentsük olyan szinten, hogy a napelem a 100%-ban meg tudja termelni ezeknek a fogyasztóknak az energiaigényét. És akkor egy ilyen lazább rendezvényt, mint mondjuk egy születi felvonulást, azt simán innen le tudunk vezényelni, nem kell külön áramot kérni a szolgáltatótól. Kétjen az önkormányzati épületek annyi ipari áramot használnak, hogy annak idején ők nem léphettek be a rezsicsökkentésbe. Évek óta annál valamivel magasabb árat fizettek az áramért. Most viszont ők járhatnak jobban, mint azok, akik eddig olcsóbb díjért kapták azt. Kétjen ugyanis már most évekre előre le van kötve fixárasra az energiadíj. Azért itt el lehet gondolkodni, hogy lehetséges, hogy ha most kínálják meg a versenypiaci árakkal az önkormányzatokat, az szerintem nagyon-nagyon húzós lesz, ahogy most hallani a médiában, illetve a sajtóban, hogy milyen energiaárak vannak. A mostani kormányhatározat a kis- és középvállalkozások jelentős részére is vonatkozik. Várhatóan már a nyár második felétől közülük sokaknak is többet kell majd fizetni az áramért, mint eddig. A VOSZ elnöke szerint nagyjából 30-40 ezer cég élt eddig a rezsicsökkentés lehetőségével. Kólya József, a Tamásiban található építőiparral foglalkozó Tambau Kft. Ügyvezetője azt mondja, ők eddig sem érhettek a kedvezményes árral, ezért olyan fejlesztéseket hajtottak végre, amikkel csökkenthető a számlájukon szereplő összeg. Egy kis erőmű fogalmat használnám, a tetőterünk, illetve a lapos tetőnk. Telephelyünk új csarnokán, ez gyakorlatilag az elektromos energiahordozónk maximális fogyasztói kapacitását, tehát a felépíthető maximális kapacitáson működik, tehát ebben is én azt gondolom, hogy kevésbé vagyunk érzékenyek. Hogy pontosan mikor szűnik meg az önkormányzatok és a cégek jelentős részét érintő rezsicsökkentés, az egyelőre nem világos. Szakértők szerint erre várhatóan még a nyári hónapokban sor kerülhet.